Annyeonghaseyo, Kovács Jankának hívnak. Folytatjuk azt a videósorozatunkat, amit hogyha követtek rendszeresen, érdekes, hasznos kifejezéseket tanulhattok meg a koreai nyelvből. Ebben a videóban most arra fogunk koncentrálni, hogy mik azok a leggyakoribb kifejezések, amik a korábbi hasonló videóban nem hangzottak el, de a valós életben viszont nagyon is fontosak. Kezdjük is mindjárt az egyikkel, hogyha koreai tévésókat vagy koreai sorozatokat néztek, akkor lehet, hogy már ismerős lesz ez a kifejezés. Sijak, sijak. Azt jelenti, gyerünk, induljunk, kezdjünk. Tehát ezt a kezdésnél szokták nagyon sokszor használni. A következő kifejezés az, hogy ha már korábban néztétek a részeket, akkor megtanulhattátok az udvarias formában, hogyan mondjuk azt, hogy igen. Ugye ez volt az, hogy ne. A ne-nek egy másik formája lehet a je, ezt mondhatnám, hogy még udvariasabb, és még sokkal inkább olyan szituációkban használják, amikor nagyon fontos az, hogy tiszteljük a másikat. Tehát a ne, je, ezt felváltva használhatjátok helyzetekben. De nézzük meg azt, hogy egyébként a valós életben, amikor közeli ismerősökkel, barátokkal beszélgettek, akkor mi az, amit a ne helyett valószínűleg talán sokkal gyakrabban fogtok hallani. Ez az ön. Ez kifejezetten akkor szabad csak használni, hogyha közeli barátokkal beszélgettek, vagy korban nálatok fiatalabbakkal. És írásos formában egyébként nagyon gyakran csak egy karikát használnak, aki ismeri már a karaktereket, az tudja, hogy ez ennek a hangnak egyfajta írásbeli leképezése. Tehát vagy ez a ne, je helyett egy sokkal inkább tegező forma, és a hétköznapi életben gyakran használt koreai kifejezés. A következő szó, amit szeretnék megtanítani, azt olyankor használjuk, amikor valamit szeretnénk így leokézni, valamire rámondani, hogy rendben van a részünkről. Ugye korábban ismétlésként hadd említsem meg azt, hogy kencsáná jó, kencsáná, ez az, amit korábban tanultunk. Most egy másik erre szinonimát fogunk megnézni, ez pedig a kürejó. Ez is egyfajta hozzájárulés, beleegyezést jelent, vagy egyetértés azzal, amit a másik mondott, vagy egy olyan fajta választ, amit magyarban nagyon sokszor azt mondjuk, hogy oké, rendben. És ennek egy gyakoribb formája az, hogyha közeli ismerősökkel beszélgettek Koreában, hogy küre, ez szintén, ugye, ahogy már megtanultuk, egy rövidebb formája, tehát nagyon gyakran arra gondolhatunk, hogy egy tegező forma, és valóban ezt a közeli barátokkal lehet használni. Küre. Ha követtétek a korábbi videókat, akkor már biztosan nagyon ügyesen és jól tudjátok kiejteni azt, hogy kamsahamnida, ugye, ha emlékeztek, ez a köszönöm szépen. Ennek egy alternatív módja, hogy hogyan köszönjünk meg dolgokat, és egyébként a valós életben, a természetes nyelvben ott nagyon sokszor ezt használják, a komáwo jó, és ennek a rövid formája, a tekező formája, komáwo. Ezt, hogyha barátokkal beszélgettek, akkor nagyon sokszor használhatjátok és hallhatjátok is. De mit lehet erre válaszolni? Ugye ezt is, hogyha tanulunk nyelvet, akkor érdemes azért tudni, hogy a köszönöm szépenre mit reagálunk az adott nyelven. A magyar nyelvhez hasonlóan a koreaiban is egy olyan kifejezést használnak, amit úgy lehetne lefordítani, hogy semmiség, nem számít, nem fontos. És ezt, hogyha emlékeztek a ne szócskára, ani volt, ani jó, ebből könnyű lesz megjegyeznetek, mert az lesz koreaiul, hogy ani jó, nem tesz semmit, nem számít, nem fontos. És hogyha a tegező formában használnátok ezt, ez lesz az ani já. Érdemes azt is megtanulnotok, hogyha koreaiul beszélgettek, akkor hogyan tudjátok azt kifejezni, hogy valamire azt mondjátok, hogy persze, ez természetes, magától értetődő. Erre az egyik leggyakoribb kifejezés nagyon udvarias formában, mullon iéja, ez azt jelenti, hogy természetesen, persze, hogyne. Hogyha ezt már tegező formában mondjátok, akkor arra érdemes átváltani, mullon iji, tegező formában, tehát az, hogy persze, természetes. És ami tegezve talán még gyakoribb, és sokszor hallhatjátok filmekben vagy sorozatokban, tangyonaji, persze, természetesen. Hogyha esetleg olyan munkahelyetek van, ahol koreaiakkal dolgoztok együtt, akkor az egyik legfontosabb kifejezés talán az lesz, hogy persze, értettem. Értem, amit mond a másik.
ez lesz az, amit egyébként meetingeken nagyon-nagyon gyakran használnak a munkatársak. Értettem, rendben van. És ennek, hogyha barátokkal beszélgettek már nem egy ilyen munkahelyi környezetben, hanem tényleg közel álló emberekhez, tegező formát használhattok. Algessa. Hogyha szeretnétek máshogy kifejezni azt, hogy rendben, oké, részemről ez jó és tetszik, akkor használhatjátok azt a szót is, hogy csóájó, jó, rendben van. És hogyha tegező formában használtok, akkor a korábban megtanult kis trükkel élhettek, levágjátok a végéről a jót, és marad az, hogy csóá, rendben, oké. De hogy fejezzük ki azt, amikor még nincsen rendben, hanem szeretnénk azt jelezni, hogy nem szeretnénk valamit, vagy valamit, mondjuk megkérdezi valaki azt, hogy szeretem a csokoládét, és azt szeretném válaszolni rá, hogy nem, utálom, biztos, hogy nem kérek. Ilyenkor használjuk azt a szót, hogy síró. Ez nagyon vigyázzatok, mert ez csak és kizárólag tegező formában közeli barátoknak használhatjátok. Most nagyon nehéz elképzelni olyan szituációt, amikor magázó, udvarias formában szeretnétek ilyenfajta nem tetszést kinyilvánítani, mert ez egy kulturális különbség, hogy ott nem igazán szoktunk ellent mondani azoknak, akiket tisztelnünk kell. Tehát a koraiban azért nyelvtanilag létezik ilyen kifejezés, hogy ezt hogy mondjátok magázva. Ez lesz az, hogy vagy síroham nyidá, nem szeretném azt csinálni, amit a másik kér. Síroham nyidá. Vagy sílszim nyidá. Ez is egy nyelvtanilag létező kifejezés, de ezért elég ritka az, hogy ezt a természetes környezetben használnátok Koreában. Az utolsó kifejezés, amit ma szeretnék megtanítani, ez is nagyon gyakran használható és fontos akkor, hogyha még kezdő nyelvtanulók vagytok. Ez az lesz, hogy elnézést, nem értem. Tehát ebből azt a részt tanuljuk meg, hogy nem értettem. Ihe halszú opszajó. Nem tudtam megérteni, amit mondott a másik. Egy másik lehetséges kifejezés. Ihega andesajo. Nem értettem, amit mondott. Hogyha ezt közeli ismerősnek, barátnak mondanátok, vagy nálatok fiatalabbnak, akkor mondhatjátok azt is. Ihega anga. Nem értettem. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és kövessetek minket a YouTube csatornán, hogy további érdekes és hasznos kifejezéseket megtanulhassatok koreaiul.